Márkora délelőtt beüzemelték az automatát a 100 éves patikában, és késő délutánig folyamatosan működött. Nagy volt a sor az allergiavizsgálat bejáratánál, és sokan mérették meg vérnyomásukat, vércukor és vitamin szintjüket is. Pénteken a 17. országos patika nap alkalmából ezt bárki ingyenesen megtehette. Nagy volt az érdeklődés, hiszen az elmúlt 2 évben a Covid miatt nem tudták megszervezni az országos rendezvényt, most azonban többen érkeztek, mint a korábbi években. Arra tudjuk visszavezetni, ami a Covid alatt történt. Azok, akik jobb egészségi állapotban voltak, talán könnyebben átvészelték magát a vírusfertőzést, vagy könnyebben túljutottak rajta. Ez az, ami jobban felnyitotta az emberek szemét, hogy a magas vérnyomás, súly és cukorbetegség, ezek fontos dolgok, hogyha valaki érintett, akkor foglalkozni kell vele. A nyíregyháziak számára is fontos a prevenció, és figyelnek az egészség megőrzésre. A Mozdul Nyíregyháza program részvételét nézzük, és hogy hány mozgásforma van, és azon, hogy mennyien vannak, illetve ha meghirdet egy civil szervezet, illetve az önkormányzat egy szűrést, akkor mindig telt ház van. És ugye ez a mai nap is egy ilyen kezdeményezés, ahol a lakosság jöhet, ugye szűrésre, és ugye már, ha ide eljön, akkor tett valamit az egészségéért. Az egész napos egészségügyi méréseket délután kézműves vásár egészítette ki. A házi készítésű szörpök mellett gyerekjátékok és ékszerek közül is válogathattak azok, akik az eső ellenére ellátogattak a hadzeltérre.